Csinálhatjuk azt, mint tavaly, hogy akkor most összefoglaljuk a számokat, aztán majd egy az év múlva, múlva ja, megnézzük, meg hogy meg, meg, Megint, megint érhetek akasztást. Hát, ö, igen, tehát, hogy... Hát még, lehet, hogy dicséretre jössz, mert Igen, még tudhatjuk. mindig az igaz, hogy ez az évet, még mindig azért jobb lesz, mint a, mint a tavalyi. Tehát mm. továbbra is mondjuk, hogy infláció az nyilván kétséget kizárólag sokkal jobb lesz, a, és a növekedés, a növekedés is. is jobb és jobb. azért tehát nem, nem tudjuk most elképzelni azt, ha nem az beírt megint valami, akkor akkor ne növekedne a magyar gazdaság. De a, az összkép most egy kicsit ilyen, 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 hát nem is tudom, ilyen képpel ilyen nagyon borús vagy ilyen ködös, tehát hogy, hogy az, azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen, egy ilyen április lesz. Az azt szoktam mondani, hogy, ugye, hogy volt egy ilyen két-három éves óriási parting, amin nagyon berúgtunk, uh -huh. És akkor a 23-as év volt az, amikor elkezdtünk fölkelni, nagyon rosszul éreztük magunkat, szenvedtünk, az összes akár a választási kiköltekezésnek, meg az összes külső sok hatásnak a hatását szenvedjük el, és ott fáj a fejünk, és de lassan azért jövünk kifele, és akkor a, a 23 az a reggel, 2023 óta reggel 8-9 óra, ez meg már a napsütés, ez délután 3 óra lesz. Most lehet, hogy azért inkább azt mondanám, hogy ez még mindig csak a 10-11 óra, még sok fájfájással, meg úgy mondom ezt a point, mint hogyha nagyon, nagyon értenék hozzá, hogy hogy kell, nem vagyok egy nagy, nagy jó, de, de hogy azt gondolom, hogy most megint úgy néz ki a dolog, hogy mintha ez a gazdaság azért lomhában indulná. Uh -huh. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenki céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a Doxo Coffee Break. Madár Istvánt hívtuk újra vissza beszélgetni. Tavaly januárban jártál itt utoljára, és már akkor beszéltünk arról, hogy majd szeretnénk újra meginvitálni. Sőt, akkor azt mondtuk, hogy lehet, hogy nem csak évente egyszer kéne, hanem lehetne gyakrabban is beszélni, hogy ne csak éves jóslásokba bocsátkozzunk. Ez nem sikerült, de majd Sűrűbott pótoljuk, igen, évetően. pótoljuk legközelebb, mert hát találkoztunk más fontokon beszélgettünk más panelekbe. Itt most úgy tűnik, hogy évente van rá alkalom. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm szépen a meghívást. Ugye a legutóbbi beszélgetésükben rákényszerítettelek arra, hogy tegyél téteket januárban úgy, hogy egy évre előre mondjál prognózisokat, ami mostanában nem könnyű egyébként, tehát sok a esemény. Ki gondolta volna, hogy gázai konfliktus lesz, meg egy csomó minden egyszerűen megjósolhatatlan. Ha most úgy általánosságban akarom mondani, akkor azt mondanám, hogy minden szám picit alacsonyabb lett, beleértve azt is, ami jobb, ha meg azt is, ami rosszabb, ha alacsonyabb. A növekedés az sajnos alacsonyabb lett, mint amire év még bárki számított, mert a kormányprognóz is a, nagyon optimistának tűnik most már, de még mi is arról beszéltünk, hogy az lehet egy százalék körül a növekedés. Az infláció bár éves átlagban kb. oda jött ki, ahol amiről beszéltünk, mert ugye azt, azt arról beszéltünk, hogy 15 és 20 között, de közelebb lehet a 20-hoz. Viszont év végére jóval alacsonyabb lett, mint amit év végére gondoltunk volna. Tehát az is egy alulmuló teljesítmény volt a, a forint euró árfolyam is alacsonyabb lett, tehát erősebb volt a forint, mint amire számítottunk volna év végére. De ezek összefüggő események azért valamennyire. Tehát, hogy az, hogy az infláció alacsonyabb, annak van köze ahhoz, hogy a gazdaság teljesítménye is alacsonyabb volt. Hogy látod, mennyire volt váratlan a tavalyi év? nagyon nagy vonalakban azért szerintem nem tévettünk sokat, itt az előbb visszahallgattuk a dolgokat, de nyilván a pontos számoktól azért, azért el tudtunk térni. Ugye a GDP esetében úgy fogalmaztam emlékeim szerint, hogy ha szerencsénk van, akkor a, akkor a mezőgazdaság jó teljesítménye lehet, hogy pont megmenti a magyar gazdaságot attól, hogy recesszió legyen. Ez aztán ugye, mivel valóban bejött, hogy a mezőgazdaság olyan másfél százalékpontot hozzápakol az idei GDP növekedéshez, akár lehetett volna ez az egy százalék is, ehhez képest valóban lényegesen rosszabb lett a gazdaság teljesítménye. A mezőgazdaság nélkül ilyen 2 százalék, vagy akár a fölötti, inkább két és fél százalék közötti zugorodás lett volna Igen. a magyar gazdaságban. Tehát ez rosszabb lett. Alapvetően egyébként azt gondolom azért lett rosszabb, mert a, az év elején az infláció az, az kellemetlen meglepetéseket hozott, mint amire mi számítottunk. Az év egészen körülbelül az lett, ugye ez a 15 és 20 százalék között volt pont félúton végül az éves átlagos infláció, de ez úgy lett ennyi, hogy az év elején nagyon megugrott az állszint még, jelentős átározásokat láttunk, nagyobbakat, mint gondoltuk, uh -huh. és aztán utána pont, ezek hatottak úgy egymást, hogy először jól megette a rájövedelmeket, ez recesszióba döntötte a gazdaságot, de mivel nem volt tovább üzemanyag, ami fűtse ezt az inflációt, ezért az infláció viszont nagyon meredeken kezdett el lezuhanni uh -huh. a végére, így aztán tulajdonképpen kéz a kézben járt a két uh -huh. mutató, de úgy, hogy, hogy egymást segítették, meg hajszolták össze-vissza. És így lett az végül, hogy a, az egész évre jellemző eléggé recessziós környezet, az az inflációt végül visszahúzta, visszahozta. Uh -huh. Mondhatjuk meg... azt, hogy lényegében a belső fogyasztás az, ami radikálisabban esett vissza annál, mint amit bárki gondolt volna. Szenvedett el a költségvetés is, szenvedtek az bevételek, vagy visszaestek az bevételek, és most mindenki azon akarja a fejét, hogy mi lesz a belső fogyasztással. Hát egyébként, ha nagyon szigorúan nézem, akkor majdnem minden egy kicsit rosszabb lett. Tehát uh -huh. a, a fogyasztás is rosszabb lett. Ott van ráadásul egy ilyen kicsit mm, zavaros pázlód, hogy a, még a nemzeti számlák GDP szerinti fogyasztás még nem is esett annyit, amennyit a kisker alapján akár gondolhattunk volna a kiskereskedelmi volumen visszaesésből, de az év végére eléggé rosszul nézett ki már az export is, a másik ilyen nagy felhasználási terület, és a beruházások is nagyon rosszul néznek ki. A beruházásban nagyon látványosan lyukadt ki az a lufi, az a túlfűtöttség, ami a 2010-es évek vége, 20-as évek elejére nagyon jellemző volt még a, a magyar gazdaságra, és ezáltal tulajdonképpen minden felhasználási tétel, tehát minden ilyen keresleti tétel egyébként elég kellemetlen alakult, főleg itt a végére a... a, a amikor már azt gondoltuk, hogy lesz egy kis lendület a gazdaságban, ugye most már látjuk a negyedik negyedéves GDP-t is, ami meg hát egy stagnálás mutat, uh -huh. gyakorlatilag némi meglepetésre. Tehát ilyen szempontból valóban ez a kép, ez jó, amit mondtál, hogy minden egy kicsit lejjebb van, össze is függnek ezek, és ugye talán ilyen szempontból a, a forint is olyan szempontból ehhez kötődik, hogy hogy az infláció letöréséhez nagyon nagy mértékben járult hozzá az, hogy amikor mi egy évvel ezelőtt beszélgettünk, még jóval magasabban voltak az energiárak, sokat estek már, de még mindig azért volt kétségünk felől, hogy uh -huh. hát kis túlzás szinte a válság előtti energiaválság uh -huh. előtti szinteket már kacolgatja, mondjuk így uh -huh. uh, hunyorítva, és az nagyon sokat húzott lefele, de cserében nagyon sokat javított a külső egyensúlyunkon, a külső egyensúlyunk javulása pedig nagyon sokat tudott segíteni. De a forintot, de ezt akartam is kérdezni, de már így előre szaladtunk vele, hogy a, a forint árfolyam relatív stabilitása az inkább a külső egyensúly, vagy inkább a pozitív reálkomatok eredménye? szerinted? Tehát mi az, amitől esetleg a forint elbillenhet? Egy külső egyensúly romlás miatt, vagy hogyha, hogy, hogyha egy kamatcsökkentési pálya az már nem biztosítja a pozitív reálkamatokat? Hát ugye ezen a deviza piacon alapvetően minden számít. Számít egyrészt a külső egyensúlyi pozíció, mert az export-importhoz kötődő tranzakciók viszonyát határozza meg. Számít ez a klasszikusabb tőkebefektetés is, meg a nagyon spekulatív is. Mindegyikre egy kicsit más hat. Az export importra nagyon jótékonyan hatott ez az energiáresés, ez nagyon sokat tudott lehozni az, infláció, az árfolyamon erősíteni a forintot. Én inkább úgy fogalmaznám meg, talán leegyszerűsítve, hogy a, a kamat meg a, a, stabilitását tudta visszahozni a forintnak. Tehát ugye azért a magyar forintpiac tettenetesen likvid, rengetegben a spekulatív tőke, akik hol sortolják, hol pedig kerítérdelik a forintot, hol ellene játszanak, hol, mm. hol, mellette, és ez iszonyatos hektikusságot okoz a forint árfolyamban. Azzal, hogy a jegybank viszonylag magasan tartotta a kamatokat hosszan, és még most is ugye nagy politikai vitákat is kiváltva magasan tartja relatíve a kamatokat, és nem rohan uh, gőzelővel azért a, a, régiós kamatok szintje után, hanem csak egy ilyen moderáltabb kamatvágásokat csinál. Ez is szerintem sokat segít abban, hogy óvatosabban ereszti le ezt a, ezt a forró tőkét, ami itt van az országban, és ez inkább a, a nagy kilengéseket tudta visszávenni. Uh -huh. Hogy magamat is pelengére állítsam, ha valamit nem tudtunk értelmesen megjósolni, az a mikor jönnek az uniós források kérdés volt. Ugye mindig baszolunk, Igen, igen, de mindig azt mondtuk, hogy egy fél év, belátható időn belül. Tavaly azért ugye ez az év végére ö, indult meg ez a folyamat egyáltalán, de tavaly évet nem segítette még az, hogy uniós források beérkeztek be volna. Ez a minden kicsit alá teljesült, ez lehet ennek is az eredménye, hogy igazából bár azt hittük, hogy azért valamilyen uniós forrás az év során hozzáférünk, valójában az év végig nem fértünk hozzá? Elképzelhető, hogy belejátszott, főleg a beruházási lábon, hogy nem volt ilyen forrás. Azt hozzá kell tenni, hogy azért nagyon sok ilyen áttételen keresztül érvényesül az, hogy a a uniós forrás nem jön Brüsszelből. Ugye akkor mennyit ír ki a kormány, úgyis előfinanszírozza, mindig előfinanszírozza. Csak azt mennyit mer előfinanszírozni? Így van, mennyit mert előfinanszírozni. Voltak egyébként pályázati források, in források, meg több más is, de jóval kevesebb, mint amennyit korábban, korábban számoltunk. Nem voltunk optimisták ezzel kapcsolatban, úgy emlékszem, hogy ott, ott sem nagyon mondtuk azt, hogy hogy, hogy érdemi forrásbeáramlásra számítunk a tavalyi évből, és az, és az be is jött. Most ugye hát most kinyíltak tulajdonképpen a források, nagy része az kinyílt, van bőven elkölthető pénzünk, lehet, hogy majd két-három év múlva megint nem lesz, de most szerintem elég sok, sok pénzünk ott van, és a többit azt lehet, hogy politikakokból nem is nagyon fogjuk forszírozni most egy jó ideig, hogy jöjjön. És ebből most azért lehet valami, és erre nagy szükség is van, mert egyébként a, az idei évben fog igazán először nagyon keményen fogni az, hogy a kormányzat beruházásokat halasztott el. Uh -huh. Ugyanezt elvileg 22 őszén ugye már ezer milliárdokban lehetett mérni, de egy része vagy visszakúszott, vagy eleve nem volt olyan fázisban, hogy, hogy, a, hogy még tavaly... Hát nem lehet egyik például a másikra leállítani beruházásokat. Ugye volt ez a torzó, nem maradjon szabály, hogy igen, ami igen. már elindult, azt csináljuk, de amit meg elkezdtek volna csinálni, esetleg tervezőasztalon volt, lehet, hogy abból még 23-ban nem is lett volna nagyon sok uh, munkálat, 24-ben viszont már igen, és uh, 24-et szerintem ilyen szempontból jelentősen fogja fogni a kormányzati kiadások oldalán is, meg a beruházások oldalán is. Az állami beruházások, amik eddig nagyon dübörögtek, és Európa legmagasabb uh, állami beruházási rátaja volt, az gyakorlatilag egy nagyon erős mélypontra fog Én. esni. Na hát akkor térjünk hát az idei évre. Ez is hogy látod az évkezdést, és aztán majd beszéljünk arról, hogy mit remélünk a később időszakra? Hát a közgazdászok szeretnek fanyalogni, és egy kicsit nekünk is most pont itt ez, ez a szerep jut, mert az elmúlt egy-két hónappal ezelőtt mindig az volt a fő üzenet, hogy az ide év biztosan jobb lesz. Nem lesz uh -huh. recesszió, az inflációnak végre vége van. Magasak az árszintek, de nyilván nem, ezt az, az infláció nem fogja, nem lesz defláció. Magas álszint, drágaság persze, de és alapvetően... Januárban egyelőre nem tűnik úgy, hogy, ez egy, hogy az infláció lenne a legfenyegetőbb Így van, beszél. és erre majd még visszatérnék, de ugye maga, maga, a növekedési vagy konjunkturális képünk az az volt, hogy a beruházás az jobb lesz, a... Az export az úgy is fog menni a maga módján, pont a feldolgozóipari beruházások nem voltak olyan rosszak, van kapacitás, az azt el fogja vinni a, a hátán a gazdaságot, és végre beindul az igazi nagy dübörgés a, a, a lakossági fogyasztás. És ugye most ezekkel kapcsolatban nagyon vegyes kép, kép rajzolódott ki. Az elmúlt hónapokban azt mondanám, hogy inkább ezek mindegyik egy kicsit romlott. Uh -huh. Tehát ha megnézzük, a, az ipar az megerősítette a másfél éves lejtmeneti trendjét, uh -huh. nem néz ki jól az ipar, az export ezzel párhuzamosan szintén elég gyengé muzsiká. De ezt gondolom azért, mert az exportpiacaink is úgy állnak. Így van, ez, ez, alapvetően külső hatás, tehát hiába lenne kapacitás, azért azt lehet érzékelni, hogy a járműipar sem hasít úgy, talán most éppen pont egy olyan ciklusban van az a nagy is, ami, amikor már most éppen nincsenek újabb nagy kapacitások beállítva, tehát az is egy kicsit elkezdett így flettelni, Igen. megállni, és a, az nagyon érdekes, hogy tavaly ezen a két területen kívül mindenhol máshol az, az összes többi exportunk összességében az majdnem, hogy stagnált. Ez a kettő nőtt nagyon, a többi pedig, pedig stagnált, az iparra is ugyanez volt a jellemző, ebből következően, és mivel az év végesen mutat javulást, és ahogy elnézzük a német gazdaság híreit, meg az európai gazdaság híreit, vagy akár a kínait, ez, ez nem, nem, tölt el minket most nagy optimizmussal. Tehát itt, itt omlott a képünk, és a, a, a mondtuk azt, hogy annál viszont optimisták vagyunk, hiszen novemberben már volt, látszottak nagy egyszerű kifizetések a vállalatoktól, ugye visszaesik az infláció, tehát akár rövid, akár, akár hosszabb bázison is az látszik, hogy, hogy, hogy itt lesz valami érdemi növekedés. Kijött a GK-nak a lakossági konjunktúraindex, ami hosszú-hosszú vergődés -hosszú után egy nagyot ugrott fölfele, és akkor ehhez képest jött a... A GDP számunk, a GDP számunk az úgy nézett ki, hogy hogy bár nem ismerik még a részleteket, de mind, hogyha alapvetően a lakossági fogyasztás fogta volna meg a növekedést, tehát hiába reméltük, hogy a kis forgalom decemberben jó volt, a béradat jó volt, mégis úgy tűnik, mintha annyira, annyira nem stimmelt volna, és ezzel párhuzamosan egyre több olyan kicsit anekdotikus, meg ilyen nem teljesen reprezentatív felmérésekből származó infókat hallanánk, amik azt mutatnák, hogy nem biztos, hogy kitörül lesz a bérdinamika az idén. Általában ezt ilyen ökölszabályszerűen el fogadni, hogy a a minimál béremelés, a kötelező bérminimum mértéke plusz-minusz, de inkább plusz 1-2 százalékpont szokott lenni a, a hosszú távon a, a bérnövekedés ütem a nemzetgazdaságban, és most akárhol nézünk meg, akár elég széles körön, körben nyugvó, vagy széles alapokon nyugvó felméréseket, Mindegyik ilyen 10% alatti bérnövekedéseket ígér. És ha most ezeket így összeadjuk, ne Isten, még lesz egy ilyen olyan meglepetési infláció, amitől mondjuk nem 4 lesz az éves átlagos infláció, hanem 6, akkor hirtelen kiderül, hogy a reálbérek mégsem fognak olyan óriási dübörögni, és akkor emiatt igazából most itt éppen azon vacilálunk, hogy a kormány egyik része 4%-os GDP növekedést mond, a másik része 3-4-et, mi meg most éppen. Hát most ha Ezeket eléggé besúlyozom, ezeket a mostani bizonytalansági tényezőket, akkor lehet, hogy ez inkább kettő. Mm. És a közszférát érintő bérintézkedések ezen nem tudnak javítani egyébként? Ilyesmire nem számíthatok? De mindegyik javít, ez is javít nyilván. Ott ugye most a tanárbérek meglódulnak, az azért nagyon jó, meg szokták mondani, hogy kvázi megint ki van fizetve a, a, a személyi jövedelemadó visszatérítés, mert ahhoz hasonló nagyságrendű összeg lesz, ami visszapörög a lakosságba a, a infláció követő Uh -huh. állampapírok kamataiból, de azt azt gondoljuk, az nem fog érdemben fogyasztásra fordítódni. Uh -huh. Tehát ez hiába. A megtakarításokat növelünk? Azt gondolom, hogy inkább az eszi az egészen más. Az egyszer rátolják a számlára, és azt a lakosság elkölti. Igen. Ez meg olyan, hogy ott van a. Hát, igen, ezt számlál. úgy érzem, hogy ettől maradt ugyanannyi pénzem, mert hogy végül is visszajött az infláció. Hát, vagy ha nem is ennyi, a pénzill... én hiszek abban, hogy a lakosság inkább pénzillúziót érzékel, és azért örül ennek a pénznek, de azt látjuk, hogy ennek az állami nagy lakossági hitelezésnek, tehát hogy az a lakossági állampapírnak egy jelent eléggé koncentrált módon állott. Említetted, hogy a januári inflációba menjünk majd bele akkor. Hogyan gondoltál menni? Mert azért ez egy talán még a várakozásokhoz képest is meglepetésszerűen alacsony inflációs adat volt. Látsz-e bármi alapot arra, hogy kötekedni érdemes az infláció számításának a metodikáján, vagy egyszerűen tendenciák tekintetében gondolsz, hogy ezen azért érdemes elgondolkodni? Igen, ez több kérdést szétválasztanám. Az egyik az, hogy valóban egy nagyon-nagyon intenzív dezinfláció volt az év második felében tavaly, és ez folytatódott szerencsére januárban is. Ez a 3,8 százalék szint már nagyon közel van a jegybanki 3 hoz Ilyen szempontból tehát örülhetünk, különösen a tavaly nyárvégi és ősz, őszi inflációs adatok voltak nagyon jók. Ilyen mi nem az éves inflációt nézzük csak, hanem hogy hónapról hónapra hogy változik, és abban azt láttuk, hogy gyakorlatilag lement az ástabilitás körüli állapotra a magyar inflációs környezet mm -hmm. igazából az ősz során. Én valójában mi már az ebben az új számban, bár nagyon kicsi lett, ugye ez a 3,8-a várakozások alatt volt, de már mi látunk olyan jeleket, amik viszont óvatosságra intenek, mert egyrészt a maginfláció továbbra is magas, ugye az az, amelyikben az igazából a Tartós. A tartósabb folyamatok vannak de. megragadva, az 6% fölötti. Másrészt pedig ez az úgynevezett ilyen szezonálisan igazított, negyedéves évesített maginflációs mutató, ami azt mutatja meg, hogy az utóbbi három hónap inflációs tendenciája az milyen, ami egy enyhe kis kunkoron Nem de. kell megijedni, nem arról van hogy 20%-os ez az infláció, de most ráadásul nagyon kevés lett bekönyvelve a, az üzemanyagból, a januári inflációban az üzemanyag. Ö, az februárban be fog érkezni, ezért én azt gondolom, hogy egyrészt itt már az év első felében is lehet, hogy nem lesz olyan nagyon nagy további csökkenés, árindex csökkenés, és az év második fele, meg ahogy említettem, tavaly annyira jól sikerült inflációs szempontból, ölte az egészet a, a Ellen dolgozik a bázis hatás. E ellent, tehát most ahhoz, hogy az onnan még tovább csökkenjen, ahhoz meg viszont nagyon, nagyon kell, Hű. és, még, és még ugye idén még nem látjuk igazából a januári inflációs adatban nagyon sok pénzügyi intézménynek, telekomintézménynek a visszatekintő árazású áremeléseit, a szolgáltatások ilyen szempontból nagyon hálátlanak. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem az inflációval még azért nem kell úgy számolni, hogy ez teljesen le van győzve. Mm. Akkor lenne legyőzve, ha tovább tartana a recesszió, ami még nagyon kellemetlen lenne. Ha mm. itt valóban az a fajta kormányzati álom valóra válna, hogy itt a lakosság fölpörgő fogyasztása és az intenzív kereslet meglódítaná ezt a dolgot, akkor szerintem még nincs minden rendben az inflációval. De számítási problémákat lát? Szerintem azok a, azok, azok a viták, amik nyilvánosságra kerültek, abban te hogy látod, mennyire valósak a aggályok? Én azt gondolom, hogy a KSH, mint intézményi működés sok kritika érheti. Mi is fogalmaztunk meg ilyen kritikákat, láttunk, hogy nagyon furcsa a kommunikáció, nagyon átvette ezt a kormányzati sikerpropaganda stílust és tartalmi jegyeket, de az a két klasszikus dolog, ami miatt nagyon nekimentek a KSH-nak, az szerintünk nem helytálló. Ugye ebből az egyik a gázár elszámolása volt, ahol hónapról hónapra a kása azt mutatja ki, hogy a, hogy a gáz ár csökken, amin ugye fölhordgat mindenki, hát mikor csökkent utoljára a gáz ár ezer éve, utoljára nagyon megemelte az állam, de ugye ez egy progresszív átképzési mutató, ami azt jelenti, hogy az átlag alatt, vagy egy bizonyos fogyasztási szint alatt nem változtak az árak mögötte, fölötte meg a gáz hétszeresére nőtt. Uh -huh. Most ad abszurdum, képzeljük el azt a helyzetet, hogyha mondjuk senki nem akar hétszeres gázárat fizetni, és mindenki visszamegy az eredeti ára. Akkor ugye belátható, hogy igazából az inflációnak nem szabadna kimutatni Igen. a gázár emelkedést. És egyébként ez történt, hiszen azt látjuk, hogy ma már a fogyasztási volumennek az 5%-a van csak átlag fölött az uh -huh. utolsó adatok alapján. Tehát, hogy nagyon kevés, és ezt a se hónapról hónapra elszámolja. Lehet azon vitatkozni, hogy ez most valamilyen elvet sérte, vagy nem, szerintünk nem sérte annyira, mint mondják, de szerintünk... De valójában pontatlanabb lenne. így számomra van, késve mutatná azt, hogy mi történik az, az, az árakkal, uh -huh. és nem, nem, lenne semmi, nem lennénk semmi se előtt. Ugyanezt mutatná, csak kicsit csúsztatva, Erről Paló Céva is írt egy nagyon, nagyon jó cikket hozzánk, tehát ez, ez, nem, szerintünk ez, ez, ez nem, nem, kell különösebben és nagyon a nagyon, nagyon jó. üzemanyag? januári üzemanyag az, az, nagyon vicces, ugye, hiszen elvileg mindenki arra számított, hogy 40 forinttal emelkedik legalább az üzemanyag ára januárban, ráadásul vörös-tengeri konfliktus, tehát nem csak a jövedéki adóemelés, hanem több más tényező is akár emelheti az üzemanyag árat, és ehhez képest a KSM meg kimutatta, hogy decemberről januárra olcsóbb lett az üzemanyag. És nagy fölhörülést fogadta ezt, hogy hát én látom, hogy, hogy tankolok a kutakon, ez nem igaz. És hát valóban az a helyzet, hogy január folyamán folyamatosan emelkedett az üzemanyagár, de két dolgot kell figyelembe venni, hogy már decemberben is egy kicsit év, a december hónap végén emelkedett, tehát eleve magasabb szintről kezdett el emelkedni, de a másik, ami, ami ennél sokkal nagyobb probléma, hogy csak az első 20 napot veszi figyelembe a kárs. Tehát úgy, úgy készül az inflációs adat, hogy 20 napig mér, és utána 10-15 napig számol a KSH. Ez máshol is így van egyébként. És ez azt jelenti, hogy Decemberben, december elején elég drága üzemanyagos időszak volt, és így a december 1-20 napja az hozott egy valamilyen átlagos üzemanyagárat, és ugyan január 20-án már ilyen magasabban volt az üzemanyagár, de január egészében valójában ennél egy hajszál alacsonyabb. Nekünk kijön egyébként, ha kézzel uh -huh. utána számolunk, akkor kijön, hogy ez a közel fél százalékos uh -huh. áresés van. De január 20-a után viszont igazából 17-től brutálisan elkezdett emelkedni az üzemanyagát. Ugye ennek volt egy olyan oka is, hogy a MOL késlehetetve szerepet érvényesítette az árakban a jövedékeadómelést, a, a, a meg még a marzsinok is összementek, és emiatt igazából azt gondoljuk, hogy hiába lett ilyen szép a januári szám, és szerintünk hiába helyes a KSH számítása, a KSH, hogyha jól számol, akkor szerintünk februárra Febúrban. ki kell mutatni akár 7%-os drágítást is. Igen. Világos. Oké, okay, ezzel együtt ugye azt mondjuk, hogy az infláció ástabilitás közelében van, miközben növekedéssel kapcsolatban, reálbérkiáramlással kapcsolatban ö, kétségek vannak, hogy lesz-e akkora dinamika, mint amit a, ö, a kormány gondol. Ö, mit jelent ez a kamatpolitikában? Van-e van, van, van -e, van -e innentől tére arra, hogy normalizáljanak a kamatszintek, és, és ne az a fajta, mondjuk úgy büntető kamatszint legyen a? az érvényes, ami eddig volt az elmúlt időszakban. Szerintem a mostani kamatszintben még mindig van egy ilyen speciális magyar prémium. Tehát mm -hmm. az, 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 amit... Itt Nem csak huszom... szerinted. Igen, <laughs> Igen amit itt legyünk őszinték, így legalább 2020-tól azért, de inkább 18-19-től megcsúszott a gazdaságpolitika. Tehát nem, nem, nem volt az a, az, a szép harmonizált gazdaságpolitika, amit elvárnánk, makrogazdaságpolitika, és ebben bele belecsúsztak még egyedi hibák is aztán utána, amik aztán összességében vezettek oda, hogy a kamat az akár régiós viszonylatban, akár nemzetközi viszonylatban nagyon elszálltak. A jegybank most már tudja vagdosni a kamatokat, de jól lehet érezni, hogy egyrészt a devizapiac állapota, a pénzügyi stabilitási aggodalmak, a megindul-e a lakosság a deviza felé, nem indul-e meg, meg mindenféle ilyen aggodalmak miatt a jegybank nem tud kizárólag arra koncentrálni hogy az infláció önmagában milyen, mert az infláció rossz lesz, ha a pénzügyi stabilitás borul, tetszik, nem tetszik, akármennyire is a makrofundamentumok egyébként az ástabilitás felé mutatnak. Ezért ugye a jegybank kénytelen egy jóval óvatosabb megközelítést vállalni, már próbálkozott néhányszor, hogy esetleg gyorsítson, de mindig elbizonytalanodott a kamatvágás környéki tőkepiaci turbulencián, így volt januárban is, és ezt gondolom, hogy Márciusig valószínűleg most már megmarad ez a 75 bázis, tehát még februárban ezzel a 75 bázis ponttal fognak menni, és hogyha utána is jól fognak kinézni az inflációs adatok, akkor szerintem el tudja kapni azt, hogy nem lesz mindig az, hogy pont előtte annyira meg kell ijedni a a folyam mozgástól, a tőkepiaci mozgásoktól, hogy mindig, mindig vissza kell fogni ezt a, ezt a 75-öt. De tegyük hozzá, hogy még ezzel a tempóval is egyébként az év közepére ilyen 7%-ig le lehet jönni, ha gyorsítunk, akkor mondjuk 6-ra is, de az már nem tűnik olyan beszettő durvának. Tehát most mindenki mondja, hogy előre tekintve milyen durván magas a, a, a reálkamat, és hogy ez egy megöli a gazdaságot, de azért, hogyha most azt nézem, hogy még van pár hónap a fél év, Fél évig, akkor igazából onnantól már nem tűnik olyan nagyon extrémnek ez a, ez a kamat, és ha most azt mondom, hogy nem látom, hogy mikor hogy lesz 3% mondjuk évvégén az infláció, hanem hogy mondjuk inkább 4 mások szerint, akár 6 is, akkor már az előretekintő reál kamat már nem olyan durva, most még nagyon magas, főleg a visszatekintő, de aznak nincs sok közgazdasági tartalma. Nem tudom levetkezni a volt szerepemet, különösen, hogy egy évig tőlem mindenki azt kérdezte meg, hogy mennyi lesz a költségvetési hiány, úgyhogy azóta rebalsot veszek mindenkin, és megkérdezem, hogy na szerinted most mennyi lesz a költségvetési hiány. Hogy látod a költségvetés helyzetét? Ugye kibeszélhetjük a tavalyi évet is, de hát az olyan volt, amilyen. Nyilván egy gyengében teljesítők gazdasági pálya, ráadásul egy alacsonyabb infláció, az pont a költségvetés minden szempontból rosszul érinti. Áfa meglepetés. Így van, így van, áfa bevételek, stb. stb. De hát a tavalyi év úgy alakult, ahogy mit gondolsz akár a tavalyról, de mit, mit, mit látsz idénre egyébként? Nagyon rossz érzésünk van a költségvetési politikát látva egyébként. Tehát úgy látjuk, hogy nincsen igazából olyan erős kontroll rajta, mint aminek kellene lennie. Elhajlik a kormányzat, rendkívüli intézkedéseknél mindig kell a pénz valamire, mindig van valami rendkívüli és a kiadások sincsenek annyira rendben, de alapvetően igen, a bevételi meglepetések okozták a, a rossz hírt. Mi most úgy gondoljuk, hogy a tavalyi évi hiány még ezt a sokszor átírt utoljára látott 59 ot is meg fogja haladni, akár 6,5 is lehet. Uh -huh. Az eredményszemületű hiány. Az eredményszemületű hiány, így van, amit az unió felé jelentünk, az nem szép. Uh -huh. És ugye az volt a nagy diadalom hogy a gazdaságpolitika az itt ezen össze fog veszni, hogy ezzel mit kell csinálni, nem szabad megszorítani, mert akkor nem lesz növekedés, vagy igenis kell valamit csinálni. És most ugye már úgy tűnik, bár még hivatalosan nem jelentették be, de gyakorlatilag konszenzusosnak tűnik a kormányzatnál az, hogy idén olyan 4,5%-ra le kéne jönni. Uh -huh. Ugye ez, ez azt jelenteni, hogy az elsődleges egyenlegünk az olyan nullás körül lenne. Ez meg a tavalyi évhez képest kétszázalék javulás. Így van, tavalyi évhez kétszázalékos javulás, azért ebben van, lenne némi természetes javulás is. Mi azt gondoljuk, hogy az idei év azon 5,5-6 százalék között lenne, hogyha nem csinálna semmit a kormány, ez a mm. low policy change, mondjuk mm. így. É, ugye ehhez képest kell mondjuk az a négy félhez, ami lehet, hogy a vége majd 4-8 lesz, vagy valami. Ehhez kellene ugye nagyjából egy olyan egy másfél százalék pontos javítást még csinálni. Ugye igazából itt dől el az, hogy, ki, hogy harmonikussá válik-e a különböző gazdaságpolitikára közötti viszony, hogy ezt meddig hajlandó elfogadni mondjuk egy növekedésorientált gazdaságpolitikai ág, meg mennyire ha szeretne látni már végre intézkedéseket mondjuk a a költségvetési stabilitásért elkötelezett oldal. Bár a növekedés orientált gazdaságpolitika is azt nyilatkozta legutóbb, hogy nem igaz, hogy el akarja engedni a költségvetési Így van, sőt, ugye nagy gazdasági miniszter jelentette be ezt a négy felet. Így van, Meg... tehát hogy ők úgy gondolják, hogy az ő gazdaságpolitikájuk is alkalmas arra, hogy Igen. tartani lehet a gazdaságot. szerintem abszolút örömteli, tehát hogy azért talán kicsit túlzásba is volt vívve, de az ellentét, hogy mi itt valaki még jobban el akarja engedni a költségvetést, ez szerintem azért soha nem lehetett beleolvasni a mondatokba, de az, hogy nagyon, nagyon nem ízlik egy erős kiigazítás, az azért látszott, és ez, ez, a, ez, hogy meg tudott állapodni a kormányzaton belüli erőtérben a két főszereplő abban, hogy márpedig itt akkor igenis legyen egy érdemi kiigazítás, mert anélkül nem megy. Az jegyzem meg egyébként, ha nem lenne négy, négy fél körül a hiány, akkor az államadóságunk se csökkenhetne, tehát euh, így se fog sokkal. Uh -huh. Tehát ugye való, valamennyire kényszer is van benne, hogy legalább odáig vigyük le a költségvetési hiányát, hogy az államadosság uh -huh. ne emelkedjen. Ez szerintem azért egy kicsit most már jobb kép. Tehát hogy az infláció egy kicsit jobban néz ki, a költségvetési hiánypálya alakításáról legalább elméletben és számok szintjén van megegyezés. Ez, ez már szerintem sokkal jobban néz ki ahhoz képest, hogy mennyire perben haragban állt a gazdaságpolitika különböző felelősségi pontja egymással. Az a nagy kérdés, hogy ebből mi lesz majd megvalósítva. Tehát amikor mondjuk nem indul be az első negyed évben se a gazdaság, akkor még mindig elkötelezett lesz -e mindenki az iránt, hogy hogy azért mondjuk 1000 milliárd forintos kiigazítást hajtson uh -huh. végre. Ezt majd az idén fogjuk meglátni, uh -huh. szerintem valamikor tavasszal. Uh -huh. Picit úgy beszélünk, mintha Magyarország egy ilyen elszigetett sziget lenne a világban, de azért mindannyian tudjuk, hogy nem az. Tehát elemezhetjük csak az itteni körülményeket, de nem csak ettől függ minden, sőt, szinte nagyobb arányban nem ettől függ. Hogy látod a nemzetközi tendenciákat, hogy látod az európai konjunktúrát, mennyire tartja ez ugyancsak nyomás alatt Magyarországot, ugye az exportiatunkról beszéltünk, hogy az, hogyha, hogyha nincs jó állapotban, akkor mi sem vagyunk jobb állapotban, meg hogy látod az egyéb fontos politikai régiókat, USA-t, Ázsiát, Kínát, ugye USA-ból még mindig úgy tűnik, hogy nem képesek megszületni, Tehát, Jön az, jön az amerikai gazdaság, mint egy zombi, amiben belereszti az ember a történyeket és, és még mindig jön, és nem, nem, nem akar megállni. Tehát onnan még mindig jönnek a magas inflációs adatok, meg a robosztus gazdasági adatok. A másik oldalról meg Ázsiában meg mindenféle kétségek látnak napvilágot. Mennyire befolyásolhatja ez a sorsunkat? Hát szerintem erősen, nyilván esősebb az exporton keresztül, de úgy általában a teljes nemzetközi hűlő környezet az, hogy. Összességében is akár a magyarországi beruházási aktivitás, beruházási kedvet is visszavetheti, és ahogy fölvázoltad, valóban nem néz ki ilyen szempontból jól, jól a, a helyzet. Európában gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy mintha fél éves, egy éves csúszással ők, ők kezdenének most belecsúszni abba a recesszióban, amiben mi benne voltunk az elmúlt időszakban, és ez lehet, hogy azért minket is eléggé megragaszt ebben a stagnálós, döcögős, alig-alig növekvős állapotban. Ráadásul ugye az, hogy most Németország ezen belül különösen gyászosan néz ki, ez nekünk nagyon nem jó. Mm. Úgyhogy úgy, ez, ez, ilyen szempontból nem néz ki jól. És valóban a német gazdaság ráadásul Kínának a nagy beszállítója, és Kína meg szemlátomást, miközben kellene fordulnia, hogy ezeket a, ezeket a bedöglött beruházás vezérelt növekedést valami fogyasztásorientáltá alakítsa át, ami eleve nem egy rövid távon megvalósítható dolog. A közben még azt is látjuk, hogy amúgy sem nagyon megy, tehát, hogy a, a Kína az, az strukturálisan komoly problémákkal küzdik, ezt sosem tudjuk, hogy mikor fog igazából kiukadni. Ma láttunk már, akkor az utóbbi 8-10 év az arról szólt szinte mindig, hogy, hogy valahogy a, még egy plusz extra stimulussal még rúdosunk még egy kicsit a gazdaságba, és akkor azért az még fog növekedni, és akkor az, az jó lesz. De most azért egyre, egyre inkább aggódva agód, nézik a közgazdászok, ahogy olvasom ezt a kínai gazdaságot, a túladósodottságot, a, a, a beruházási Lufit. A, a, az egész gazdaság szerkezet problémáját. Úgyhogy ez könnyen lehet, hogy azt is jelenti, hogy mondjuk nem tudom én, olyan szerkezeti kihívásokkal, mint az európai autóipar például, azért egy elég komoly sokkot jelenthet, akár pluszban Európának, hogy mondjuk a német autóipar, annak már nem lesz felbevő piaca például Kína, mint korábban. És ez. Ez, ez szerintem tovább árnyalja ezt a dolgot, ahogy halljuk azért ma már a Magyarországi autógyárak sem dübörögnek úgy, ahogy ahogy mondjuk. Hát nyilván a itt. itt Ebben a láncban a végén vagyunk, tehát, hogy ha a láncban betegségek vannak, akkor azt még biztos, hogy elkapjuk. É, és ugye a, a Amerika meg tényleg ahogy mondtad, nagyon érdekes, mert dübörög-dübörög, lehet, hogy még novemberig fog is. Ugye választások lesznek. Ugyan a elég szigorú, a piac meg nem akarja elhinni nekik, hogy szigorú, ez egy nagyon. Ilyen, Szinte komikus játék, amit az elmúlt egy évben látunk, egy piac mindig vannak körül meghaljon egy rosszabb gazdasági adat, akkor Igen. végre. Azt várjuk, hogy itt... végre baj legyen. Igen, hát... végre, végre lassul a gazdaság, akkor a FED elkezdett kamatot csökkenteni, mert nem lesz baj az inflációval, és ennek mindig akkor örül meg a részvénypiac például. Ez egy ilyen nagyon vicces, perverz helyzet most jelen pillanatban az Egyesült Államokban. Most azt gondolom, hogy addig, amíg a Fed próbál is kemény lenni, de addig valami nafta mindig marad a gazdaságban, amíg el nem érünk legalább De hát igen, Egyébként az az érdekes, hogy óriásiban az zajlik, mint ami Magyarországon zajlik, hogy lehet magas kamatszintet tartani, ez a költségvetés szórja a pénzt. Igen. Akkor nem lehet lehűteni a gazdaságot. Igen, hát Amerika az kicsit ez a helikopter pénzvilágába kezdett ebbe lecsúszni elég látványosan az elmúlt időszakban. Trump is mászolta a pénzt, Biden is ugye különböző protekcionista intézkedésekkel, meg még pénzszórással Próbálja a gazdaságot tolni. A Fed megrémülten nézi, hogy ilyen magas ö, ö, gazdasági növekedés és ilyen erős munkaerőpiac és bérinfláció mellett hogyan tudja az inflációt visszakönyörögni az ástabilitás irányába. Halad arra, de ugye itt most ez a, ez a, ez a csodálatos, ilyen paronai és skizofrén állapotja van a, a piacnak is, hogy mindig nézi, megörül egy alacsony inflációs adatnak, utána kétségbe esik egy jó gazdasági adattól, és akkor ennek mindenféle kombinációja. Úgyhogy, de azért azt lehet összességében nagy kép, mégiscsak az, hogy azért az Egyesült Államok is lassulni fog. Tehát az biztos, hogy ott sem fog így dübörögni a gazdaság, mint tavaly, amikor még a 3-4 évben 5%-os növekedés volt. Úgyhogy ilyen szempontból a külső környezet egyértelműen hűlni fog. Azért nehéz ezt előre mert ugye Magyarország olyannyira ilyen kicsi ország, hogy az óriási nagy ellátási láncokba, ha be belép egy plusz kapacitás Magyarországon, akkor az olyan sokat tud lendíteni, hogy mondjuk egy általános dekonjunktúrát azt simán visszakompenzál az, hogy mondjuk akkor oké, tök jó, de az elektromos autóban mostantól még egy kicsit több akció. ha, ha, ha már át, ezt így és az ilyen meghirdetett beruházásoknak lehet ilyen hatása szerinted? Tehát egy BYD-nak a Magyarországra hozatala az a, Annak abszolút, abszolút lehet, de um, legalábbis az exportra a növekedés visszafogott abban, de ugye a probléma az, hogy ez nem az idén lesz. Hm, ja persze. Tehát az, az idei növekedést persze. azok egyáltalán nem fogják még befolyásolni még a még a Catholic, vagy CATL, de a, a BYD meg biztosan nem még énekik. Hm. Tehát emiatt, emiatt igazából ezek az óriás beruházások csak később jönnek, ugye például nagyon érdekes, hogyha csak az ember a hírekből tájékozódik, akkor meg van róla győződve, hogy itt olyan FDI mennyország van, tehát olyan mennyiségű közvetlen tőke beáramlás van Magyarországra, és ömlik be a beruházásokba a pénz, aztán ránézel mondjuk egy folyó fizetési mérleg statisztikára, és azt megnézed a pénzügyi mérleget, és látod, hogy abban mi, mi az valódi FDI, akkor az meg egy éppen kunkorodik lefele. Yeah. Tehát ugye ezek, ezek majd valamikor bejönnek ezek a pénzek biztos, de hogy még egyáltalán nem mozognak. Hát nem a bejelentés pillanatában jönnek van, be. Ez igen, igen. Jó, hát az idei évi prognózis akkor nem óra optimista, semmiképpen nem nevezni vannak. Csinálhatjuk azt, mint tavaly, hogy akkor most összefoglaljuk a számokat, aztán majd egy év múlva megint 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 Hát. Öm, igen, tehát hogy. Hát lehet, még, hogy dicséretre Igen, még, mind, még mindig az igaz, hogy azért ez az év még mindig azért jobb lesz, mint a, mint a tavalyi, tehát mm. az továbbra is mondjuk, hogy infláció az nyilván kétséget kizárólag sokkal jobb lesz, a, és a növekedés, a növekedés is. is és az lesz. azért tehát nem, nem tudjuk most elképzelni azt, hogyha nem az megint igyebb. valami, akkor Ingen. akkor, akkor nem növekedne a magyar gazdaság. de a... Az összkép most egy kicsit ilyen, ilyen ilyen, hát nem is tudom, ilyen képpel éjek, ilyen nagyon borús, vagy ilyen ködös, tehát hogy hogy az, azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen, egy ilyen április lesz. Az régen azt szoktam mondani, hogy ugye, hogy volt egy ilyen két-három éves óriási partink, amin nagyon berúgtunk. Uh -huh. És akkor a 23-as év volt az, amikor elkezdtünk fölkelni, nagyon rosszul éreztük magunkat, szenvedtünk az összes akár a választási kiköltekezésnek, meg az összes külső sok hatásnak a hatását szenvedjük el, és ott fáj a fejünk, és de lassan azért jövünk kifele, és akkor a, 23 az a reggel, 2023 óta reggel 8-9 óra, ez meg már a napsütéses délután 3 óra lesz. Most lehet, hogy azért inkább azt mondanám, hogy ez még mindig csak a 10-11 óra, még sok fájfájással, meg úgy mondom ezt a point, mint hogyha nagyon, nagyon értenék hozzá, hogy hogy kell, nem vagyok egy nagy jó, de, de hogy azt gondolom, hogy most megint úgy néz ki a dolog, hogy mintha ez a gazdaság azért lomhában indulná el. Uh -huh. Hogyha számokat akarnánk mondani... Mondtál már, tehát én tudom foglalni. Igen, de... tehát 2 most azt mondom, hogy, uh -huh. hogy akkor legyen 20%-os a növekedés, ez talán azért már inkább, hogyha beindul a gazdaság fölfele mutató kockázatok kövezik, de most bemondom a kettőt, azt látom, Igen. hogy majd még mindenki magasabban van. Az inflációban viszont, hogyha ennyire lanyhán indul be a gazdaság, és tényleg azért indul be ennyire lanyhán, mert nem indul el annyira a fogyasztás, akkor az inflációban lehet, hogy reménykedhetünk abba, hogy az tényleg jobb lesz. Mert ha beindul, akkor szerintem az inflációban inkább már a kellemetlenebb meglepetések jönnének az idén és akkor lehet, hogy az év vége már megint 5-6 százalék lenne. Így viszont, hogyha azt feltételezem, és azt, azzal hozom összhangba, hogy pessimista vagyok a növekedésre, akkor az inflációban simán lehet ilyen 4-4,5 százalékos uh -huh. éves átlagot is elérni. Uh -huh. Költségvetés ilyen, meg ha akarják tartani az államadóság csökkentési szabályt, akkor mindenképpen csökkenést kell elérni. Igen, Ez. ott valószínűleg azt gondolom, hogy lesznek feszültségek, lesznek főleg akkor, ha ennyire gyenge lesz az a gazdasági növekedés, akkor nehezen megy majd a, a az egyensúlyjavítás. Az egyrészt automatikusan is, meg azért is, mert ugye azért csak idén két választás lesz, tehát nehéz azért a politikai népszerűséget ebből kivenni a képletből, és akkor emiatt azt gondolom, hogy azt nehéz, nehezen fogják elérni. Lehet, hogy a végén majd mindenféle ilyen kisebb trükkökkel, az államlikvita tartalékainak évvégi beállításával, még ilyenekkel kell még játszani ahhoz, hogy összejön. Volt, volt a... már ilyen. Igen, hát sőt, egy, ide, egy, pár évig ez ilyen nagyon népszerű játék é. volt, és, és uh, talán, már, talán már tavaly is volt egyébként ebből megint valami, és hogyha ezt, hogyha ezt így összerakom, akkor, akkor azt gondolom, hogy, a, hogy nem nagyon fog ez a 4,5% alá nem fog menni ez jaj, az, jaj. Az a költségvetési hiány, inkább több, és akkor majd valahogy masszírozzuk az államadóságot. Jó, hát legkésőbb egy év találkozunk, aztán van még bármilyen érdekes téma, akkor úgyis összefutunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Akik néztetek, hallgattatok minket, köszönjük a figyelmet. Kövessetek minket a Youtube-on vagy a Spotify-on, és ha tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok is fel ezekre a csatornákra. Sziasztok!